estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió december 4-i híradóját látják. Kiemelt híreinkkel kezdünk. Büszkeségeink, Hungarikum és Értéktár konferencia sátora a Jóhelyen. Advent, városi gyertyagyújtások. 80 éves a légoltalmi liga, ünnepi közgyűlés sátora a Jóhelyen. Sikertörténetnek nevezte a Hungarikum törvény megalkotását és az értéktár mozgalmat Szakál István Lóránt, Hungarikumokért felelős helyettes államtitkár a Sátoraljaújhelyen rendezett Hungarikum konferencia és értéktár kiállításon. Az eseményen bemutatkozott a több mint 30 önkormányzatot tömörítő Városok Falvak Szövetsége, amelynek elnöke Halász János, aki Sátoraljaújhelyt is meghívta a szövetségbe. Az országgyűlés 2012. áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. A törvény végrehajtása egy 21. századi magyar sikertörténet, fogalmazott Szakáli István Lóránt, hungarikumokért felelős helyettes államtitkár a Sátoraljaújhelyi Hungarikum konferencián, és ismertette az elmúlt 5 év során, több mint 1000 település hozta létre saját értéktárát, és ennek köszönhetően több mint 10 000 értéket őriznek. Mikor itt hungarikumokról, értékekről beszélünk, akkor itt igazából egy nemzeti értékpiramisról van szó, egy olyan piramisról, aminek a talpazatát, az alját, azt a helyi értéktárak képezik, van ennek a piramisnak egy középső szintje, az úgynevezett magyar értéktár, és ennek a piramisnak csak a csúcsa, a hungarikumok gyűjteménye. És mikor mi a hungarikumokról beszélünk, akkor sohasem csupán azokról a csúcs teljesítményekről, kiemelkedő értékekre gondolunk, amelyek a hungarikumok gyűjteményében vannak, hanem erről az egész rendszertől. A rendszerről, a helyi értékektől kezdve a hungarikumokig. A több mint 30 önkormányzatot tömörítő Városok Falvak Szövetsége azzal a céllal érkezett Sátoraljaújhelybe, hogy bemutassa, milyen célok mentén működik a közösség, és egyben Halász János elnök Sátoraljaújhely önkormányzatát is meghívta a szövetségbe. Ez egy nagyon nagyszerű és jó mozgalom a tekintetben is, hogy a közösségi kultúrát azt még inkább el tudjuk juttatni minél több településre, minél több emberhez. Remélem és kívánom, hogy a következő évben több tagtelepülésünkön is ott legyen, ott lehessen például Sátoraljaújhely értéktára bemutatkozhasson. Sátoraljaújhely rengeteg helyi értékkel rendelkezik, legyen szó kultúráról, szellemi vagy épített örökségekről. Éppen ezért elképzelhető, hogy a város önkormányzata is csatlakozik a Városok Falvak Szövetségéhez. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy Sátoraljaújhely ehhez a szövetséghez csatlakozzon, hogyha lehetőség van rá, akár a következő évtől, mert hogy egy kultúrára és nem aktuál politikára építő szervezetről van szó, amely valóban önmagában is egy értéket képvisel, és ennek az értéknek valahol egy kicsit a része lenni Újhelynek, szerintem ez egy jó dolog lenne. A program keretében zempléni, szatmári, hajdunánási, debreceni helyi értékekkel, hungarikumokkal lehetett megismerkedni, tájegységi ételeket, italokat lehetett kóstolni. Advent első vasárnapján hóeséses időben gyulladt meg az első gyertya Sárospatak város ünnepi koszorúján, a Makovec téren. Az első gyertyagyújtáson karácsonyi dalokat és verseket adtak elő a Karolina óvoda és bölcsőde, valamint az örömhírvétel görögkatolikus óvoda kisgyermekei. Valamint a város egyházi vezetői kértek áldást a városlakókra advent alkalmával. Évek óta közösen készülnek a patakiak a karácsonyra, és az adventi vasárnapokon együtt tartanak programot a Makovec téren. Hagyományosan az első vasárnap a kicsiké, így a Karolina óvoda és bölcsede, valamint az örömhírvétel görögkatolikus óvoda gyermekei verseltek, énekeltek. A városlakókat az egyházi vezetők is köszöntötték. És hogy mi a mi szolgálatunk ebben az időszakban is? Az, hogy őrizzük a ránk bízottakat. Legyen az a családunk, a gyülekezetünk, a városunk, a nemzetünk, az Istenbe vetett hitünk.
az élő Isten miként annak idején ma is utat keresett, és utat is talál az emberi szívekhez. Nem akárhol akar élni, a szív szentélyében, ott legbelül. Felekezetre való tekintet nélkül. Római katolikusok, reformátusok, görög katolikusok, és bármilyen vallásúak, légy te ma Betlehem, hogy meglássák az emberek, hogy a szeretet ma is érték, a szeretet után vágyódunk, a szeretet nem megvásárolható, hanem csak a szívben található. A város polgármestere rövid köszöntőjét azzal kezdte, hogy megköszönte a közösségek szenepét, a családok erejét, amelyre alapozhatja a jövőjét ez a város is. Körülnézve itt a téren, megmondom őszintén, én azt hittem, hogy mai időjárásra való tekintettel kevesebben fogunk összegyűlni, de örömmel látom, hogy évről évre többen vagyunk, és évről évre egyre többen élünk az alkalommal, hogy közösen kezdjük meg a felkészülést, az elcsendesedést a karácsony előtt. Szintén körülnézve itt a téren nagyon sok szülőt látok és nagyon sok gyereket látok. Egy gyermek születése az mindig csoda, és egy gyermek születése, vagy maga a gyermek az a jövőt jelenti. Látva a mögöttem lévő több mint 100 kisgyerkőcöt, én azt hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban nyugodtak lehetünk itt Sárospatakon, mert nagyon jó kezekben vannak. A gyertyagyújtáson a Kivanisz női klub sárospataki szervezete süteményekkel is kínálta a résztvevőket. Az ünnepi gondolatokat és produkciókat közös gyertyagyújtás követte, majd pedig sokan vitték magukkal otthonukba az első adventi gyertyáról a hitet jelképező lángot. Sátora-Jóhelyi város közös adventi koszorúján is felgyúltak az első adventi fények. A Kossuth Lajos Művelődési Központ a következő két hétvégére és 23-ára is szervez programot. A sétáló utcán már a hétvégén felgyúltak a karácsonyi fények. A vásári bódékkal együtt igazi karácsonyi hangulatot idéz a város belső. Adventi mese nélkül nem igazi a karácsonyvárás. Tudják ezt a Garagulya Gólyalábas kompánia tagjai is, aki vásári komédiájukba is belecsempészték Miklós püspök történetét. A tréfás jeleneteken jól szórakozott a közönség, akik az első adventi gyertyagyújtásra gyűltek össze Sátoraljaújhelyen is. A Kiskeskeny utcába betoppant és megérkezett egy titokzatos, piros ruhás ember. A várakozás örömére immár harmadik éve városi programot is szervez a Kossuth Lajos Művelődési Központ. Idén is a római katolikus templomnál várják vasárnaponként a látogatókat. Arra törekedtünk természetesen, hogy maga az adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatait azért kulturális programokkal is megtöltsük, illetve mind a négy hétvégére várjuk természetesen a vásárosok, a vendéglátósoknak a kitelepülését ide a térre, de természetesen, ahogy a mai napon is az első gyertyagyújtás alkalmával várjuk az óvodásokat, az iskolásokat. Ez már harmadik éve már így bevált, és hát azzal is egy kicsit dicsekedhetek, hogy nem csak Sátoraljaújhelyből jönnek fellépők, most már harmadik éve, hanem a térségből, Hegyközből, Bodrogközből. Az adventi koszorú meggyújtására mindig a város intézményeinek egy-egy vezetőjét, a közéletben dolgozó embereket kérik fel, akik mindig kitérnek arra is, nekik mit jelent a karácsony. Mindig szerettem a karácsonyt, de úgy, hogy az már elkezdődik 4 vagy hát most 3 héttel a karácsony előtt. Úgyhogy reméljük, hogy ilyenkor valóban igyekszik az ember egy kicsit megtisztulni, vagy megfürödni ebben az adventi áhítatban, de ezt csak közösségben lehet megtenni. Persze szükséges az elmélyülés is, amikor az ember félrevonul és maga gondolkozik a történéseken, vagy a karácsony misztériumán, de hát ezen túl pedig akkor jó, hogyha az ember a szeretteivel van együtt, hiszen ez mégiscsak a szeretetnek az ünnepe. Így van ez a családban, vagy a munkaközösségekben, ott, ahol a munkatársak együtt ünnepelnek is, hanem egy kicsit csendesebben vagy szelíd nyugalommal készülnek a karácsonyra. A következő hétvégeken is lesz adventi gyertyagyújtás, december 10-én a Mikulásvárás jegyében, december 17-én Csézi adventi koncertje előtt, december 23-án pedig már a Szentestére való készülődés előtt várják a sétáló utcára az itt élőket. A Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 80 évére emlékeztek Sátoraljaújhelyen.
A Zempléni Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség egy interaktív kiállítással és ünnepi közgyűléssel emlékezett a múltra, és mutatta be a jelenlegi helyzetet. A közgyűlésen részt vett többek között a szövetség országos elnöke, az országos katasztrófavédelem főfelügyelője. Elismeréseket, köszönő oklevelet is átadtak a helyi szövetségben dolgozóknak, támogatóknak. Ha békét akarsz, készülj a háborúra, hangzott el gyakran a latin mondás a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 80. évfordulójára szervezett ünnepi közgyűlésen. Az emlékezőülés egy érdekes kiállítással kezdődött, amely bemutatja Zemplénben, Sátoraljaújhelyen, hogyan alakult meg a Légoltalmi Liga, és hogyan vette át a szerepét a polgári védelem. Igen, ugye 37-ben alakult meg maga az országos szervezet, 38-ban jött létre Újhelyi alegysége, 40-ben már női tagozat is működött Sátoraljaújhelyben, és újhelyeket pedig először az akkori városháza, mai múzeum épület alatt terveztek létrehozni, ahol egyébként a úgymond főadiszállása is volt a Légoltalmi Ligának, de ezen kívül rengeteg helyen volt Újhelybe óvóhely. A Zempléni Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség méltó utódja a Légoltalmi Ligának. A helyi polgári védelem 1992-es újjászervezése után 2004-től dolgoznak úgy, mint civil szervezet. Ünnepi közgyűlésükön az elmúlt évek munkája, tapasztalatainak összefoglalására is lehetőségük volt. A 80 év az egy olyan kerek évforduló, ami azt hiszem, hogy jelentős. És az előző kérdésre válaszolva, Zemplén vármegye, Sátoraljaújhely ebben a vonatkozásban mindig jól állt. Tudtunk itt országos szintű dolgokat produkálni. Ha csak arra gondolok, hogy az ifjúsági felkészítésünk országos szintű, hiszen gyerekeink folyamatosan az országos élmezőnyben vannak, sőt többször megnyerték már az országos versenyt. Eljutottak külföldre is. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség összefogja mindazon szerveződéseket, amelyek a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig működnek. Munkájukat civil szervezetként látják el, de szoros kapcsolatot ápolnak a hivatásos szervekkel. Vezetőik is egykori katonák, tűzoltók, egyenruhások. Állampolgárok kíváncsiak az őket veszélyeztető tényezőkre. Ez a felvilágosító munka egyrészt a állami, hivatásos katasztrófa védelmi szervezetnek a feladata, másrészt mi segítjük őket, mint önkéntesek. Az önkéntes szervezeteknek a megelőző prevenciós felkészítő munkában van nagyobb jelentősége, mert helyi kapcsolatokkal rendelkezünk, ismerjük egymást, tudjuk őket segíteni. A modernkori veszélyekről, a civil lakosság mozgósításának fontosságáról, a szerveződésről és a jövőről már a hivatásos állomány vezetője beszélt a közgyűlésen. Hibrid hadviselés, aszimmetrikus hadviselés alakult ki. Nyilvánvalóan a világban, amíg több mint 100-200 ország van, addig nem mindenki ért egyet bizonyos kérdésekbe, és néhány hatalom megengedi vagy megengedheti magának azt, hogy a kibertért is hadszintérré nyilvánítsa, és ott sebezhetővé válunk, de természetesen, hogyha ezeket a kockázatokat, fenyegetettségeket fölismerjük, akkor megfelelő védelmi intézkedéseket tudunk tenni. Az ünnepség végén a Zempléni Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetségben tevékenykedőknek, a szervezet tagjainak és támogatóinak munkáját oklevelekkel köszönték meg. Fénykorában évente 1 millió darabot is feladtak belőle, manapság talán néhány tízezeret. Ezért is döntöttek úgy, hogy egyfajta nosztalgiaként karácsonyi képeslapokból álló kiállítást mutatnak be Sárospatakon. Az első adventi vasárnapon megnyílt tárlaton látható a világháborúk idejéből származó lap, de a kommunizmus ideje és az egyház történeti képeslap fejlődés is nyomon követhető a kiállított darabokon, amelyeket még gyönyörű betűkkel címeztek meg a feladói. A képeslap mára egy olyan kapcsolattartási forma, ami van is, meg nincs is. Többek között így köszöntötte a közönséget a Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, utalva arra, hogy mára régen túl van népszerűségének fénykorán a képeslap. Ők pontosan ezért mutatnak be egy szép gyűjtést karácsonyi képeslapokból advent idején, hogy újra felkeltsék az emberekben az érdeklődést ezen személyes üzenetek, érzések iránt. A ház galériájában első advent napján megnyílt kiállítás egy kortörténelemnek is betudható.
Valahol még megvannak azok a hagyományok, hogy a távol élő szeretteinknek ilyen formában küldjünk a jeles napok közeletével ünnepi jó kívánságokat, de talán ebből van kevesebb, és nem annyira bevett gyakorlat, mint ahogy ez mondjuk a mi gyerekkorunkban jellemző volt. A másik fontos dolog, hogy a képeslapok a képi anyagokon kívül szerintem a kézírásnak a varázsát is tartalmazzák, amiből ma megint csak sokkal kevesebbet látnak a gyerekek, hiszen e-maileket küldenek, SMS-eket vagy más képes üzeneteket. A kiállítás anyaga a Szerencsi Zempléni Múzeumnak köszönhető, ott több mint 1 millió darab különböző képeslapot őriznek és mutatnak be. Patakra kifejezetten karácsonyi témájúakat hoztak el. 1869-től íródik a levelező, majd képes levelező lapok történelme, melyek december hónapban az adott kornak megfelelően, például a kommunizmus idején még ajándékot levelő tankot is ábrázolnak, de később karácsonyváró kisdobosok is megjelentek a képes lapokon, és számos ma már érdekesség. Sőt, az is kiderült, hogy a karácsonyfa hamarabb a két világháború között szerepelt a képeslapokon, mint megjelent volna az otthonokban. Ez a német-osztrák-olasz importnak volt köszönhető. Náluk szokás, nálunk még annyira nem, és gyakorlatilag így segíti a polgári térhódítást, a gyakorlatilag egy kicsit a tömegízlést kialakítását a képeslap. Nálunk ugyanis inkább az volt a szokás, hogy egy-egy vagy fenyőgalyat, vagy pedig örökzöldet, magyalágat lúgattak be a mestergerendáról, de így maga az, hogy komplett karácsonyfa, ez csak a két világháború között terjed el, de van, aki szerint egyébként csak az 50-es években. Karácsonyi képeslapokat láthatunk a Művelődés Háza galériájában az 1800-as évek végéről, de a 1960-as évek karácsonyi üdvözlő lapjai is örömteli perceket okozhatnak a kiállítás látogatóinak. Hagyományteremtő céllal közös ünneplésre várják a városban élőket december 6-án szerdán a Makovec téren. A Sárospataki Görögkatolikus Egyház szervezésében Szent Miklós udvarába várják majd a családokat. Közösségteremtés és az advent jegyében egy olyan lehetőséget szeretnének ezzel teremteni a szervezők, ami a lelki felkészülésről és az egymásra figyelésről szól. Itt a Makovec téren nyílik meg december 6-án délután 2 órakor Szent Miklós udvara. A helyi görögkatolikus közösség szervezésében új kezdeményezés indul útjára, amely a karácsonyi készülődés és Szent Miklós püspökre való emlékezés jegyében új színfoltja lesz az ilyenkor már hagyományos mikulásnapi eseményeknek. Minden intézményt fölkerestem, minden intézményt megkértem, hogy egy pár énekkel, verssel kapcsolódjanak be ennek a napnak a délutáni programjában. Délután 2-től este 6 óráig fog tartani Szent Miklós udvara a Makovec téren. Szeretettel hívok és várok mindenkit, hiszen Miklós atyával, plebános atyával közösen beszéltük eznek a rendezvénynek a menetét, és várjuk a gyerekeket, várjuk a felnőtteket. A szervezők célja, hogy ez a nap valóban Szent Miklós püspöké is legyen, aki önzetlenül segítette az éj csendje alatt a családokat. Ezzel együtt egy másik országos kezdeményezéshez is csatlakozhatnak az ide látogatók. Ezt a napot szeretnénk egybekötni az 1 millió csillag a szegényekért programmal, hiszen a Magyar Katolikus Egyházban 15 egyházmegyében minden nap megemlékeznek december 4-től ez az 1 millió csillag a szegényekért programról. Ennek a programnak az a lényege, hogy mindenki, aki eljön erre a rendezvényre, egy gyertyát gyújtson a szegényekért. Azért, hogy a gyertya fénye, a gyertya lángja, a gyertya természete mindnyájunkat arra figyelmeztessen, hogy nekünk mindnyájunknak világító mécsesként kell járnunk a szeretet útján. A program este 6 óráig tart. Addig kisiskolások, közösségek színesítik majd Szent Miklós udvarát. A részvétel ingyenes valamennyi érdeklődő számára. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Büszkeségeink, Hungarikum és Értéktár konferencia sátora Jóhelyen. Advent, városi gyertyagyújtások. 80 éves a Légoltalmi Liga, ünnepi közgyűlés sátora Jóhelyen.
Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre, vagy keressenek közösségi oldalainkon. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!